Az Esztergom Barátainak Egyesülete ebben az évben a 29. nyári városvédő tábort szervezi meg az esztergomi fiataloknak. A legtöbb ilyen jellegű rendezvény, esemény, ifjúsági esemény az országban. Ebben az évben 10 fiatal gyermek tanuló vesz részt a városvédő táborban, és ebben az évben a belvárosi temető régi, elhagyott, gondozatlan sírjainak ápolását, rendbetételét tűztük ki feladatul. Persze nem első ízben itt Esztergomban, hiszen 2-3 évente visszatérünk akár a belvárosi, akár a Szentgyörgymezői temetőben ezeknek a síroknak a rendbetételére. Köztudott, hogy a város által védett sírok a 19. század elejéig nyúlnak vissza, hozzátartozóik ezen elhunyt a régi esztergomi polgároknak ma már nincsenek, legjelesebb esztergomi polgáraink sírjait pedig a város közösségének erkölcsi kötelessége rendben tartani, a múltunkat megőrizni. Ebben az évben a belvárosi temetőben 9 sírt vettünk gondozásba, vettünk kezelésbe. Ezek közül, ha megtetszenek engedni, csak néhányat jelzésszerűen sorolnék fel. Ilyen egyebek közt dr. Kamenszky József, a 19. század első évtizedeinek esztergomi tiszti orvosának az elhanyagolt, elhagyatott sírja. Egykoron övék volt a Jókai utca elején álló egy Sándor palota, és annyit legalább jegyezzünk meg róla országos hírű eseményként, hogy dr. Kamenszky József a szerzője és írója az első magyar nyelven írt orvosi disszertációnak. De ezen sírok közé tartozik még Sziklay József, Esztergom város egykori polgármesterének sírjának rendbetétele, és Malina Lajos, aki a 20. század elejének, 19. század végének, a századfordulós Esztergom fejlődésének volt jeles helybéli politikusa. Ezek között, a sírok között azért még szükséges megemlíteni Bajor Ágost festőművész sírját is, akinek hozzátartozói ma már nincsenek, az ő sírját is rendbe raktuk a városvédős fiatalokkal. Meg kell említeni egy nagyon érdekes sírt, amelyet a város közössége véleményünk szerint jó részt nem ismer. Esztergomban található egy olyan sír, amelynek egyik ismert halottja az a Tamás József nevű szobrászművész, aki, ha Erdélyországban, Székelyföldön barangolunk, betérünk Madéfalvára, és megtekintjük a híres madéfalvi veszedelem emlékművét. Nos, ez a Tamás József szobrászművész esztergomi hölgyet vett feleségül a 19. század végén, és a trianoni békediktátumot követően Székelyföldet elhagyva Magyarországra, Esztergomba, apósa, anyósa házába tért vissza, és itt nyugszik Esztergomban. Ezt a sírt is, lévén más hozzátartozójuk nincsen Esztergomban, ezt a sírt is rendbe tettük. Sorolhatnánk még számos olyan sírt, amelyet ebben az évben a városvédő táboros gyerekekkel gyomtalanítottunk, kigazoltunk, kerítéseiket lefestjük, és az megfakult neveket újítjuk meg. Ez az első számú parcella, amely a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan fut a belvárosi temetőben. Szeretnénk arra kérni, ezek 2015-re, jövő évre előre tekintve, Esztergom város sorsáért, múltjáért aggódó esztergomi polgárokat, hogy minél többen küldjék táborba az esztergomi fiatalokat, e táborokon keresztül, közösségi munkavégzésen keresztül megismerik a város múltját, hiszen délután a kötetlen kulturális programok keretei között
múzeumlátogatások és a város történelmi múltjának megismerése is szerepel a programokban. Köszönöm szépen a figyelmüket!